Az élete során minden állat kapcsolatba kerül a környezete elemeivel, vagyis valamit csinál velük. Rájuk vagy alájuk mászik, elkerüli, felveszi, megeszi őket, esetleg párosodik velük, vagy elmenekül előlük. Az evolúció hajnalán meg kellett érintenie őket, hogy egyáltalán tudja, hogy az adott dolog ott van. Egy ilyen világban felmérhetetlen előnyt jelentett, amikor valaki először fedezte fel a távérzékelés technikáját. Vagyis még azelőtt észrevett valamit, hogy beleütközött volna. Például a ragadozót, mielőtt az elkapta volna, vagy a táplálékot, amelyet még nem ért el, de már tudta, hogy ott van. A nap sugárzása nem csak az élet kémiai fogaskerekeit hajtó energiát biztosítja, hanem lehetőséget ad egy távérzékelési technika kialakítására is. A fotonok a világegyetem létező legnagyobb sebességével száguldó apró részecskéi, amelyek a napból kiindulva sortűzként árasztják el a Föld felszínének minden négyzetmilliméterét. Mivel a fotonok egyenes vonalban és nagyon gyorsan haladnak, mivel egyes anyagok jobban elnyelik vagy visszaverik őket, mint mások, és mivel annyira sokan vannak és mindenhová eljutnak, a fotonok nagyszerű lehetőséget kínálnak egy hihetetlenül pontos és hatékony távérzékelési technika kifejlesztésére. Ezt a távérzékelést nevezzük látásnak, és ez olyan hatékony módszernek bizonyult, hogy a bolygón legalább 40 egymástól független alkalommal alakult ki különböző szemtípus, amelyek között 9 különböző alapelvet lehet felismerni. Ez azért van, mert minden szemnek az a feladata, hogy bizonyos mértékben érzékelje az elektromágneses sugárzás valamely tartományát. Mivel minden állatnak, beleértve az embert is, van egy közös őse, ezért a biológiai alapok azonosak, de az elmúlt 550 millió évben a természetes kiválasztás általi evolúciónak bőven volt rá ideje, hogy különböző körülményekhez alkalmazkodó állatokban különböző szemeket fejlesszen. Ez egy nehéz és bonyolult téma, ezért a megértéséhez ismét vegyük fel a képzeletbeli evolúciómérnök szemüvegét, és rajta keresztül nézzük meg, hogyan képes egy fényérzékeny sejt egy fejlett, összetett szemmé alakulni. De még mielőtt mélyen beleássuk magunkat ebbe a lélegzetelállító témába, valamit fontos tisztáznunk. Amikor a szemről beszélünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a nagy felbontású képet alkotó szemek jobbak, mint azok, amelyek csak a fény jelenlétét vagy hiányát képesek megmondani, de ezzel már is hibát követünk el. Egy kis állat számára túl költséges lenne egy nagy szem felépítése, és túl nehéz lenne azt cipelni. A mai átlagnál kicsit nagyobb szemeket fejlesztő csigák minden bizonnyal jobban látnak, mint a vetélytársaik, ennek azonban az az ára, hogy több energiájukat emészti fel és nagyobb súlyt kell cipelniük, így nem valószínű, hogy nagyobb lenne az esélyük a túlélésre és a szaporodásra, ezért nem is örökítik tovább az egyre nagyobb és nagyobb szemek kifejlesztéséért felelős génjeiket, és ezért nincsenek emberi szemekkel rendelkező csigák. Arról nem is beszélve, hogy a fejlettebb szemeket csak szintén fejlettebb rendszerek képesek ellátni. A nagyobb szemekhez fejlettebb idegrendszer is kell, ahhoz több vér, ahhoz nagyobb teljesítményű szív- és érrendszer, amelyhez nagyobb test, erősebb izmok és csontozat, nagyobb bél- és kiválasztó rendszer, hő- és hormonszabályozás, mindehhez pedig több energia, vagyis több táplálék szükséges, és így tovább. Tehát el kell vetnünk azt a gondolatot, hogy egy féreg szeme nem olyan jó, mint egy sas szeme. Az állat szempontjából a saját szeme valószínűleg az adott körülmények között a legjobb lehetséges szem. És nem szabad elfelejteni, hogy evolúciós szempontból minden élőlénynek csak annyira kell jónak lennie, hogy tovább örökítse a génjeit. Nekünk embereknek azért nincsenek szárnyaink vagy éles karmaink, mert az őseinknek nem volt rájuk szükségük a génjeik tovább örökítéséhez, a szembefordítható hüvelykúj és a felegyenesedett járás viszont a hasznunkra vált. Most, hogy ezt értjük, rátérhetünk a szem kialakulására. A legegyszerűbb szemek valójában nem is igen érdemlik meg, hogy szemnek nevezzük őket. Helyesebb úgy fogalmazni, hogy a test egész felülete kismértékben fényérzékeny. Ez igaz sok egysejtűre, néhány csalánozóra, tengeri csillagra, valamint sok féregre és piócára. Ezek az állatok képtelenek a képlátásra, még azt sem tudják megmondani, hogy merről jön a fény. Csak a közelükben lévő erős fényt képesek érzékelni.
Különösen érdekes, hogy hím és nősténylepkék nemi szerveiben is vannak fényérzékelő sejtek. Ez a nappali párosodás idejét hivatott időzíteni, de ezt most nem fejtem ki jobban, mert messzire vinne bennünket a lényegtől. A lényeg pedig az, hogy ha egy foton egy színes anyag molekulájával ütközik, akkor fogva maradhat annak szerkezetében, és a molekula egy másik alakot vesz fel. Ennek során energia szabadul fel. A zöld növények és zöld baktériumok ezt az energiát a fotoszintézis folyamatán keresztül szerves molekulák felépítésére használják. Az állatokban ez az energia idegi folyamatot válthat ki, a látás nevű folyamat első lépcsőjét. Még az olyan állatokban is, amelyeknek nincs szemnek tekinthető szemük. Ezen a kezdetleges fokon festékanyagok széles skálája is megteszi. A fényérzékelő sejtek trükkje az, hogy pigment molekulákat használnak a becsapódó fotonok energiájának felfogására. A fotonok viszont rendkívül hajlamosak arra, hogy egy réteg pigmenten ütközés nélkül átszaladjanak. Ilyenkor a fényérzékelő sejt inaktív marad és nem generál elektromos impulzust. Vagyis ebben az esetben az állat nem lát semmit, hiába vannak jelen a fotonok. Ezért a természetes szelekció általi evolúció azokat a példányokat részesíti előnyben, amelyek több festékréteget használnak a fotonok felfogására, hiszen ezek a példányok jobban látnak a vetélytársaiknál, ezért nagyobb esélyük van a táplálékszerzésre és a ragadozók elkerülésére. Vagyis ha születik egy olyan utód, amelyikben csak egy réteg pigment szolgálja a fotonok befogását, és születik egy olyan, amelyikben genetikai mutáció révén már két réteg pigment van jelen, kettejük közül az utóbbi kerül előnybe, mivel ő a másiknál egy kicsivel jobban lát. A jobb látással nagyobb eséllyel jut táplálékhoz, és nagyobb eséllyel kerüli el a ragadozókat, vagyis nagyobb eséllyel születik utódja, és örökíti tovább azt a mutáns gént, amely a több pigment réteg kialakulásáért felelős. Vagyis a szem fejlődésére ugyanaz a szelekciós szabály vonatkozik, mint minden más élő dologra. Véletlenszerű mutációk nem véletlenszerű kiválasztása történik. Ez a természetes szelekció általi evolúció lényege, ezért ezt rendkívül fontos megértenünk. Tehát ott tartottunk, hogy két fényérzékelő sejt több fotont fog be, mint egy, három pedig még többet, és így tovább. A fejlett szemek, például az emberé, több millió fényérzékelő sejtje olyan sűrűn áll, mint a szőnyeg csomói, és mindegyikük úgy épül fel, hogy a lehető legtöbb foton tudja befogni. Ezen az ábrán egy fejlett fényérzékelő sejt látható, történetesen éppen az ember szeméből, de másoké is nagyon hasonló. A kép közepén ficánkoló kukac tömeg valójában a sejt belsejében élő testecskék, mitokondriumok tömege. Az őseik élősködő baktériumok voltak, de mára nélkülözhetetlenné tették magukat, ugyanis a sejtjeink szinte minden energiáját ők termelik. A fényérzékelő sejt összekötő vezetéke egy idegnyúlvány a kép bal oldalán látható. Jobb oldalon pedig azt a helyet látjuk, ahol a fotonok befogása történik. Minden egyes rétegben megtalálhatók a létfontosságú fotongyűjtő festékanyagok. Ezen a képen 91 réteg van. 91 membrán hatékonyabban fogja el a fotonokat, mint 90. 90 pedig hatékonyabban, mint 89, és így tovább. Le egészen egyig, ami persze sokkal jobb, mint a semmi. A lényeg az, hogy egy újabb réteg csekély mértékben mindig növeli a fotonok befogásának valószínűségét, függetlenül attól, hogy már hány réteg van. Végül, ha már a fotonok túlnyomó többségét sikerült befogni, a csökkenő halmazok törvénye alapján az újabb rétegek többletköltsége akadályozza meg a szaporodásukat. Vagyis egy bizonyos szám felett már nem éri meg újabb membránokat fejleszteni, mert a fejlesztésük többe kerül, mint amennyi hasznot hoznak az általuk befogott plusz fotonok. Nagyon hasznos, ha valakinek olyan szeme van, amivel holdfénynél is lát, sőt, ha bagolyról van szó, akár csillagfénynél is. Egy egyszerű példa erejéig képzeljük el, hogy a fotonok olyanok, mint az esőcseppek. Véletlenszerű időközönként érkeznek. Amikor zuhog az eső, semmi kétségünk afelől, hogy esik. Azonban amikor lassan cseperegni kezd, nem igazán tudjuk eldönteni, hogy mikor kezdődött. Amíg ilyen apránként érkeznek az esőcseppek, az egyik társunk azt mondhatja, hogy esik, míg a másik azt, hogy nem. Ugyanez történik a szemünkben sorakozó fényérzékelő sejtekkel is.
Hogy biztosak legyünk abban, hogy tényleg van fény, a fotonoknak elég gyakran kell az ideghártyánkra érkezniük. De amikor egy nagyon távoli és halvány objektumot nézünk, például egy üstököst, az egyik pillanatban még látunk valami halványan derengő foltot, a másikban eltűnik a szemünk elől, majd később újra előbukkan. Ez azért van, mert az üstökös fotonjai rendkívül ritkán érik az ideghártyánk fényérzékelő sejtjeit. Vagyis amíg az egyik idegsejtünk felkiált, hogy fény van, a szomszédai némán hallgatnak. Az agyunk a fényérzékelő sejtjeink százainak ítéletét összegzi, ezért hol látunk valami fény derengeni a távolban, hol eltűnik a szemünk elől. Éppen ezért két fényérzékelő sejt több foton gyűjt össze, mint egy, három pedig még többet, és így tovább. Ha azonban fotonszűkéről beszélünk, nem csak az éjszakára kell gondolnunk. Ragyogó napsütésben a fotonok szinte elárasztják az ideghártyánkat, és ezzel van egy kis gond. A képlátás lényege ugyanis az, hogy az ideghártya különböző részeinek különböző fényintenzitásról kell hírt adniuk. Vagyis meg kell különböztetni a fotonzivatar sűrűségének helyi különbségeit. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha a valóság különböző részleteiről érkező fotonokat szétválogatjuk. A fényérzékelő sejtek csupán azt mondják meg az állatnak, hogy van-e fény vagy nincs, de ez még nem képlátás. Az állat meg tudja különböztetni a nappalt az éjszakától, és képes észrevenni egy árnyékot, amely talán egy ragadozót jelez. A szem fejlődésének következő lépése valami egyszerű megoldás a fény vagy egy fenyegető árnyék elmozdulása irányának érzékelésére. Ha egy állatnak csupán egyetlen fényérzékelő sejtje van, mondjuk a feje mindkét oldalán, akkor képes a fény irányába vagy attól elfelé haladni, mégpedig úgy, hogy a fejét jobbra-balra ingatja, és ha a két oldalon eltérő fénymennyiséget érzékel, addig változtatja a menetirányt, míg azok ki nem egyenlítődnek. Bizonyos férgek pontosan így kormányozzák el magukat a fényről. A fejlődés következő lépcsője tehát az, hogy pontosabban tudjuk megmondani a beérkező fény irányát. Erre pedig a legegyszerűbb módszer az, ha több, különböző irányba néző fényérzékelő sejtünk van. Két sejt fotonzáporának sűrűségét összehasonlítva mondhatunk valamit a fény irányáról. Ha viszont szőnyegnyi fényérzékelő sejtünk van, a legjobb az, ha ezt a szőnyeget egy ívvé hajlítjuk. Így az ív különböző pontjain található sejtek rendezettek maradnak, de különböző irányokba fognak nézni. Egy domború ívből végül kialakul a rovarok összetett szeme, de erre majd később visszatérünk. A szemek másik fő típusa, a homorú görbe, olyan mint egy kehely, és az emberre is jellemző hólyagszemhez vezet. A kehely különböző pontjainak fényérzékelő sejtjei különböző irányokból érkező fényre jönnek ingerületbe. A fénysugarakat megállítja a kehely hátsó részének vastag fekete ernyője. Az ingerületi állapotban, illetve nyugalomban lévő fényérzékelő sejtek nyomon követésével az agy meg tudja állapítani, merről jön a fény. Minél öblösebb a kehely, annál jobban képes a szem a különböző irányokból érkező fénysugarak megkülönböztetésére, és minél több a sejtek száma, annál finomabb lesz a felbontás. Így eljutottunk egyetlen fényérzékelő sejttől az állatvilágban gyakori kehelyszemig, de ez még nagyon messze van attól, hogy képes legyen kiváló minőségű képet alkotni, mint például a mi szemünk. Ezen az ábrán az állatvilág különböző tartományaiból látunk kehelyszemeket. Ezek valószínűleg egymástól függetlenül nyerték el az alakjukat. Különösen szembeötlő ez a lapos féreg esetében, ugyanis a fényérzékelő sejtjeit a kejhen belül hordja. Ez elég furcsa elrendezés, ugyanis a fénysugaraknak az idegnyúlványok sűrű szövevényén kell áthaladniuk, mielőtt elérnék a fényérzékelő sejteket. Ez azért rendkívül érdekes, mert a mi emlős szemünknél is megfigyelhető ez az evolúciós hiba, de erre majd később visszatérünk. Előbb meg kell értenünk, hogy ezek a kehelyszemek miért nem alkotnak képet arról, ami nyilvánvalóan előttük helyezkedik el. Ha a fénysugarak úgy viselkednének, mint ezen az ábrán, akkor a delfin alakja egyenes állásban jelenne meg a retinán, de a valóság nem ilyen. Pontosabban szólva, vannak fénysugarak, amelyek pontosan úgy viselkednek, ahogy az ábrán látható. A baj az, hogy ezeket elnyomja rengeteg másik fénysugár, amelyek ezernyi más irányba szóródnak.
A delfin minden pontja, az ideghártya minden pontjára küld fénysugarakat. És nem csak a delfin, hanem a környezet és a háttér minden pontja is. Vagyis számtalan delfinkép vetül a kehely felszínére minden lehetséges állásban. A végeredmény az, hogy semmiféle kép nem látszik, mert a fény egyenletesen oszlik el a retina egész felszínén. A probléma tehát az, hogy a szem túl sokat lát. Végtelen számú delfint egyetlen egy helyett. A megoldás tehát az, hogy egy kivételével minden delfinképmást ki kell selejtezni. Ne feledjük, hogy ez nem tudatos változás eredménye, hanem a véletlenszerű genetikai mutációk nem véletlenszerű természetes kiválasztásáé. A végtelen számú delfinképmás kiselejtezése bonyolult feladatnak tűnhet, de valójában semmi más nem kell tennünk, mint haladni tovább azon a fejlődési úton, amelyen elindultunk. Tovább mélyítjük és zárjuk a kejhünket, míg a nyílása tűszúrásnyira nem szűkül. Ekkor a sugarak túlnyomó többségét kizártuk. A megmaradt kisebbség néhány fordított állású képet rajzol a delfinről. Ha a nyílás végletesen kicsi, minden elmosódottság megszűnik és egyetlen éles képet kapunk. Így a fény irányának meghatározásától lassú, de folyamatos fejlődéssel eljutottunk a sötét kamra szemig, ahol azonban, ha szinte végtelen kicsi a lyuk, súlyos problémákba ütközünk. Az egyik a fényelhajlás vagy difrakció. Ez is elmosódottságot eredményez, mégpedig azért, mert a fény hullám természete miatt a fénysugarak interferálnak egymással. Minél kisebb a lyuk, ez a hatás annál erősebben elmossa a képet. A kicsi lyuk másik hátránya a fotonhiány, amelyről már beszéltünk az éjszakai látás kapcsán. Ha a lyuk elég kicsi ahhoz, hogy éles képet adjon, olyan kevés fény jut át rajta, hogy csak akkor látjuk a tárgyat, ha azt lehetetlenül erős fény világítja meg. Ahhoz, hogy elegendő fény jusson át a lyukon, tágíthatunk rajta, de ekkor ismét az egymásra torlódó delfinek zűrzavarával kerülünk szembe. Vagyis a sötét kamra alapelvvel kaphatunk éles, de sötét, vagy elég világos, de életlen képet. Jól megvilágított éles képet nem. Szerencsére a természetes szelekciónak erre is van megoldása. Képzeljük el, hogy nagyra tágítjuk ezt a nyílást, hogy sok fénybe juthasson, de nem hagyjuk üresen tátongani, hanem beépítünk egy lencsét. Ez természetesen hatalmas és hirtelen ugrásnak tűnik az eddigi folyamatos fejlődéshez képest, de valójában nincs így, és mindjárt el is mondom, hogy miért, de előbb foglalkozzunk a lencse működésével. A fénysugarak nem haladnak át egyenesen az üvegen, hanem ravasz szögben megtörnek. Mégpedig olyan módon, hogy egy adott pontról, például a delfin orráról érkező fénysugarak, mind az ideghártya egyetlen pontjára érkezzenek. Ugyanez érvényes a delfin minden más pontjára is, de az egyszerűség kedvéért az ábrán csak a delfin orráról és farkáról érkező fénysugarakat tüntettem fel. A lencse így a hátrányai nélkül őrzi meg a sötét kamra előnyeit. Fizikai tény, hogy a fénysugarak megtörnek, amikor átlépnek az egyik átlátszó közegből a másikba. A törés szöge attól függ, hogy miből van a két közeg, mert minden anyag törés mutatója eltérő. Ha üvegről és vízről van szó, a fény alig törik meg, mert ennek a két anyagnak a fénytörési állandója majdnem egyenlő. Víz és levegő találkozásánál viszont a törési szög már jelentős. Ezen az ábrán nézzük meg a jelenség alapelvét. Egy üvegtömböt látunk, amelyet levegő vesz körül. Ez a vastag vonal egy fénysugár, amely belép az üvegbe, megtörik, majd az eredeti irányba visszatörve hagyja el a tömböt. Vagyis levegőből üvegbe lép, majd ugyanez a folyamat ismétlődik, csak fordított sorrendben, üvegből levegőbe. Ha a felszínen nem sima, akkor sok fénysugár sok különböző irányban hagyja el a tömböt. Így már láthatjuk, hogy egy átlátszó test alakja hogyan befolyásolja a fény irányát, és hogyan tud egy domború oldalú test lencseként működni. Azt gondolhatnánk, hogy ilyesmit csak egy ember alkothat gondos megmunkálással, de ez nem igaz. Az átlátszó anyagok egyáltalán nem ritkák a természetben. A levegő és a víz a Föld két leggyakoribb anyaga átlátszó, akár csak sok folyadék vagy egyes kristályok, ha a felületüket a tengeri hullámverés simára csiszolja.
Bármely kvarckavics, amelyet a víz mindkét oldalán simára csiszolt, alkalmas arra, hogy összetartsa a beleérkező fénysugarakat, így valódi, képet alkotó lencseként funkcionál. Az általuk alkotott kép ugyan nem lesz éles, de sokkal jobb, mint amit egy sötét kamra alkotni tud. De vannak más, véletlen formálta tárgyak is, amelyek kiválóan működnek lencseként. Például egy levélről lecsüngő vízcsepp, vagy más folyékony és kocsonyás anyagok. Egy fiatal medúza például lencse alakú és gyönyörűen átlátszó, de erre még később visszatérünk, mert nagyon érdekes. Ezeket a dolgokat senki sem tervezte lencsének, egyszerűen csak a természetüknél fogva használhatók lencseként is. Láthatjuk, hogy bármilyen, spontán módon létrejött, félig meddig átlátszó kocsonyás dolog is javíthat egy kehelyszem vagy egy sötét kamra teljesítményén, feltéve, hogy az átlátszó dolog domború, már pedig számos oka van arra, hogy az legyen. A lencse létrejöttének megértéséhez egy pillanatra vissza kell térnünk a kehelyszemekhez. Ezen az ábrán egy ma élő tengeri csiga szemét látjuk. A kehely átlátszó kocsonyával bélelt, aminek az a szerepe, hogy a fényérzékelő sejteket védje a szem nyílásán szabadon beáramló tengervíztől. Ez a tisztán védőszerepű üvegtest átlátszó, de nem elég domború és nem is elég vastag. Ezen a képen a fülcsiga és a százlábú féreg szeme látható. Jól példázzák a kehelytől a sötét kamra felé vezető átmenetet, ráadásul az üvegtest is egyre vastagszik. Ne feledjük a szem fejlettségének gazdasági és környezeti hátterét, valamint hogy ezek mind ma élő állatok, vagyis nem egymás őseiről van szó. A többé-kevésbé alaktalan üvegtestek nagyon elterjedtek az állatvilágban. Egyikük sem tökéletes, de bármilyen, kicsit is domború kocsonyacsomó lényeges javulást jelent egy lencse nélküli sötét kamrához képest. A legnagyobb különbség egy jó lencse és a fülcsiga üvegteste között az, hogy a lencse akkor működik a legjobban, ha nem érintkezik közvetlenül az ideghártyával. A köztük lévő rést ki kell töltenie valaminek, például egy másik üvegtestnek. A lényeg, hogy a lencse törés mutatója nagyobb legyen, mint a rést kitöltő anyagé. Ez több módon is megvalósítható, és egyik sem bonyolult, de a lencse létrejöttének megértéséhez elég csak az egyik módot megvizsgálni. Ebben az esetben a lencse a környező területek anyagából sűrűsödik össze az üvegtest első részén. Emlékezzünk rá, hogy az élőlények felépítéséhez szükséges információkat a génjeik kódolják. Ha a génmutáció eredményeként bekövetkező véletlenszerű apró változás az élőlény hasznára válik, az adott élőlény génjei nagyobb eséllyel maradnak fenn, mintha a változás a terhére lenne. Ebben a konkrét esetben a javulást az üvegtest folyamatos, pontról pontra történő sűrűsödése okozza, amely egyre jobb és jobb törésmutatóhoz, vagyis egyre élesebb látáshoz vezet. Ha meg akarjuk becsülni, hány nemzedék kell ahhoz, hogy egy fényérzékelő sejtlemez valódi lencsével rendelkező halszemmé alakuljon, néhány értéket számításba kell vennünk. A példa kedvéért most legyünk rendkívül pesszimisták, és tételezzük fel, hogy minden új generációban egyszerre csak egy dolog változhat, és a változás mértéke legfeljebb 5000% lehet az előző generációhoz képest. Tegyük fel, hogy a változások szelekciós hatékonysága rendkívül alacsony. 101 javított változatot hordozó állat mellett maradjon életben 100 hagyományos is. Ez nagyon alacsony hatékonyságú szelekció lenne, ugyanis majdnem ugyanolyan eséllyel maradnának fenn a hagyományos állatok, mint az újított változatot hordozó egyedek. A képletből hiányzik még az örökölhetőség, amely általában 50% felettinek mutatkozik, de hogy maradjunk a pesszimista becslésnél, legyen csak 50%. Ilyen rendkívül pesszimista értékek mellett is mindössze 363.992 nemzedékre lenne szükség ahhoz, hogy egy lencsével felszerelt, jó minőségű halszem kialakuljon pusztán a természetes szelekció általi evolúció nyomán. Hogy hány év a 364.000 nemzedék, az attól függ, hogy a nemzedékek milyen időközönként váltják egymást. A szóban forgó állatok kis testű tengeri lények, férgek, puha testűek és kis halak. A nemzedékeik évente vagy még gyorsabban váltják egymást.
A végső következtetésünk tehát az, hogy a lencsével felszerelt szem kevesebb, mint 500 000 év alatt létrejöhetett. Geológiai mércével mérve ez rendkívül rövid idő. Olyan rövid, hogy az üledékrétegek tükrében egyetlen pillanatnak tűnik. És ne feledjük, hogy minden jelentős változónak szélsőségesen pessimista értéket adtunk meg. Vagyis még ezzel a 500 000 évvel is jócskán túlbecsültük a feltehetően valós fejlődési időt. Persze a szem fejlődése itt nem áll meg, de láthatjuk, hogy lassú és folyamatos fejlődéssel hogyan jutunk el egy fényérzékelő sejttől a lencsével rendelkező halszemig. Most már rátérhetünk a pupilla és a fókusztávolság változtatására, valamint a szem mozgatására. A szemmozgatás nem csak a nyilvánvaló okból fontos, hanem sokkal inkább azért, hogy a test elmozdulása ellenére is folyamatosan nézhessünk valamit. A nagyon távoli tárgyakról érkező fénysugarak fókuszálásához gyengébb lencsére van szükség, mint a közeli tárgyakról érkezőkéhez. Mivel a szemben csak egy lencse van, a távoli és közeli tárgyak éles látásához trükkös megoldásra van szükség, amelyet különböző állatok különbözőképpen oldanak meg. Az emlősök, vagyis az emberek is izmokkal változtatják csekély mértékben a lencse alakját, akár csak a madarak és a legtöbb hüllő. A kaméleonok, kígyók, halak és békák szeme úgy működik, mint a fényképezőgép. Ők előre-hátra mozgatják a szemlencséjüket. Az üvegtest közelében lévő bármely izom, bármilyen más célzatú összehúzódása véletlenül is javíthatja a lencse fókuszát. Ez pedig széles utat nyit meg a már alaposan taglalt fejlődési vonalon. A pupilla méretének változtatása egy kicsit bonyolultabb, de nem sokkal. Egy bonyolult szem beépített fénymérővel rendelkezik, amely automatikusan zár vagy tágít a nyíláson a fény mennyiségétől függően. A pupillát kereknek gondoljuk, de egyáltalán nem kell kereknek lennie. A birkák és szarvasmarhák pupillája hosszúkás, vízszintes rombusz alakú. Ilyen a polipoké és egyes kígyóké is, más kígyóké viszont függőleges hasítékú. A macskák pupillája a kerektől egészen a keskeny, függőleges résig változhat. Tehát a pupilla alakja nem számít, csak az, hogy szabályozza a bejutó fény mennyiségét, és ezt lehetőleg gyorsan tegye. A pupilla ugyanolyan fejlődési úton esett át, mint a szem minden más része is, ezért ezzel nem foglalkozunk külön, hanem inkább rátérünk az emberi szem evolúciós hibájára. A lapos férgek és az emlősök szemében elhelyezkedő fényérzékelő sejtek meglepő módon az idegek rossz oldalán vannak. Hátat fordítanak a fénysugaraknak, vagyis a fénnyel ellentétes irányba néznek. Logikus rögtön felvetni a kérdést, hogy ebben az esetben miért részesítette előnyben a természetes szelekció ezt a hibás modellt. Mivel nagyon kicsi és átlátszó sejtekről van szó, nem igazán fontos, hogy merre néznek. A fotonok többsége egyszerűen keresztül hatol rajtuk, és egyenesen belerohan a rájuk váró pigment rétegekbe. Viszont az emlősök hátrafele tekintő fényérzékelő sejtjeivel az a gond, hogy az őket az aggyal összekötő idegek rossz irányban indulnak el, nem az agy, hanem a fény irányába. Az ideghártya felszínén futnak végig a vakfolt irányába. Itt keresztül hatolnak az ideghártyán, és közösen alkotják a látóideget. Ezen a ponton mindannyian vakok vagyunk, bár az agyunk elég okos ahhoz, hogy rekonstruálja a képek hiányzó részét. Természetesen jobb lenne, ha az ideghártyánk nem hátrafelé nézne, de mivel a régmúlt őseink szeme így kezdett el fejlődni, a leszármazottai szeme csak ennek az alapfelvetésnek a továbbfejlesztésével javulhat. A retina nem tud megfordulni, hiszen akkor az állat semmit sem látna. Az emberi retinát több millió fényérzékelő sejt építi fel. A legalapvetőbb felosztás szerint megkülönböztetünk csapokat és pálcikákat. A pálcikák csekély fénymennyiség mellett kissé pontatlan, fekete-fehér látást biztosítanak. A csapok ezzel szemben erős fényben történő színlátásra specializálódtak. Ezek egy kis, központi területen a sárga foltban tömörülnek, és itt nincsenek pálcikák. Ha látod ezt a videót, akkor a csapsejtjeid működnek. Ezért van az, hogy amikor egy rendkívül halvány objektumot szeretnénk megfigyelni, például egy távoli üstököst,
nem egyenesen rá, hanem egy kissé mellé kell néznünk, hogy a róla érkező kevés foton ne a csapsejtjeinket érje a sárga foltban, hanem a körülötte lévő pálcikákat. Ne feledjük, hogy ezekre a sejtekre is ugyanaz a szelekciós szabály vonatkozik, mint a szem összes eddig tárgyalt részére. Ha a mutáció okozta változás előnyös vagy semleges, az azt hordozó egyed fennmaradhat. Ha a mutáció hátrányos, az egyed génjei eltűnnek a génfolyamból. A nagy ideghártya többet lát, mint a kicsi. Az emberi szemben csak pálcikából 125 millió van, de ezt nem minden állat engedheti meg magának. Emlékezzünk vissza a költség-haszon elemzésre. Mégis van egy lehetőség arra, hogy egy egészen kicsi állat egy nagyobb ideghártya előnyeit élvezze, mint amiért a faj evolúciós értelemben fizetett. Az ugrópókok lencseszeme a gazdaságosság egyik figyelemre méltó csúcsát képviseli. A vadászathoz és a navigációhoz pontos mélységérzékelésre támaszkodnak. A mélységérzékelést egy speciális optika segítségével érik el. Minden főszem tartalmaz egy több rétegű retinát, amely egyidejűleg több képet ad különböző mértékű defókuszáltsággal, és ezekből a képekből viszonylag kevés számítással dekódolják a távolságot. Az ideghártyájuk nem egy széles képernyő, amelyre teljes kép vetülhet, hanem egy hosszú, függőleges szalag, de a természetes szelekció egy zseniális megoldással állt elő. A pók a szemét ide-oda mozgatva pásztázza azt a területet, ahová a kép vetülhet. Ha az ugrópók valami izgalmas dologra bukkan, például egy mozgó légyre vagy egy másik ugrópókra, a pásztázó mozdulatait arra összpontosítja, így egy dinamikus sárga foltot kap. Az állatvilágban rengeteg más szem is kifejlődött, sokuk még homorú tükröket is használ, de mielőtt tovább mennénk az összetett szemekre, tegyünk egy rövid kitérőt a természetes szelekció egy másik zseniális megoldásához. Ha egy erős fényű zseblámpával kimegyünk éjjel az erdőbe, mindenhonnan fénylő szempárok fognak ránk tekinteni. Ez azért van, mert sok, főleg éjszakai emlős szemében találunk fényvisszaverő réteget. Ennek a rétegnek az a szerepe, hogy újabb esélyt adjon azon fotonok befogására, amelyek áthaladtak a fényérzékelő sejteken. Mivel ez a tükör közvetlenül a retina mögött helyezkedik el, minden foton arra a sejtre vetül vissza, amelyik azt kihagyta, így a kép nem torzul. Ez a megoldás sok gerinctelen fajnál is előfordul. A farkaspókokat például egy erős fényű zseblámpával lehet a legkönnyebben megtalálni. A fényvisszaverő réteg minden bizonnyal kialakulhatott még a lencse előtt az ősi kehelyszemeknél. A lencse és a tükör két olyan eszköz, amely alkalmas éles kép alkotására. A kép azonban minden esetben fordított állású, és a bal-jobb oldal is felcserélődik. Az összetett szem ettől gyökeresen eltér. Kezdjük a legegyszerűbb összetett szemmel, ami nagyon hasonló a már jól ismert kehelyszemhez, de a fényérzékelő sejtek nem a kehely belső, hanem a külső, domború felületén helyezkednek el, így kifelé tekintenek különböző irányokba. Az összetett szem sűrűn álló, hosszú, egyenes csövek csoportja, amelyek egy kupola tetején sugároznak szét minden irányba. Ezek az ommatidiumok olyanok, mint egy lőrés. A saját látóterükben csak a világ egy kis szeletét látják, mindegyik a sajátját. Minden csőnek van saját lencséje, és saját, kicsi, körülbelül fél tucat fényérzékelő sejtből álló retinája. Az összes ommatidium által közösen alkotott kép egyenes állású. Az összetett szem elve elég jól működik például a zsákmányára lecsapó szitakötő esetében, de ha annyi részletet akarna látni, mint az ember, a szemének hatalmas méretűre kéne nőnie. Mivel az ommatidiumoknak a diffrakciós határszab alsó korlátot, az emberével megegyező pontosságú összetett szemnek 24 méter átmérőjűnek kéne lennie. Ezért olyan nagy a rovarok összetett szeme a testük többi részéhez képest. Azt látjuk, hogy az evolúció kétségbe esetten küzd azért, hogy egy alapvetően rossz megoldáson javítson. Ne feledjük, hogy a természetes szelekció nem tudatosan dönti el, melyik gének maradjanak fenn és mely gének vesszenek oda. Nem lát a jövőbe, és mindig csak a már meglévő megoldásokat tudja egy kissé változtatni.
Azt is észben kell tartanunk, hogy az összetett szem nem a lencse szem őse, hanem vele párhuzamosan fejlődött. Az egyszerű fényérzékelő sejttel rendelkező állatok a sötét kamrával, az összetett szemmel és a lencse szemmel rendelkezők is mind ma élő állatok, nem pedig egymás ősei. Tehát ahhoz, hogy az összetett szem lencse szemmé alakuljon, előbb generációkon át vissza kellene fejlődnie, miközben a vele rendelkező faj egyedei egyre rosszabbul és rosszabbul látnának, míg végül teljesen vakok lennének. Innen indulva, a természetes szelekciónak mindig azokat a példányokat kéne előnyben részesítenie, amelyek végső soron a lencseszemhez vezető mutációs úton indultak el, miközben szigorúan betartja a gazdasági tranzakciók szabályait. Ahogy már említettük, az ommatidiumok hatékonysága attól függ, hogy jól el vannak-e szigetelve a környezetüktől. A delfin orrára irányuló lőrés nem kaphat fényt a delfin egyetlen másik pontjáról sem, különben megint a milliónyi delfinkép problémájával találjuk magunkat szemben. A legtöbb ommatidiumot a csövet körülvevő, sötét festékréteg szigeteli. Néha azonban ennek is lehet kedvezőtlen mellékhatása. Egyes tengeri lények álcázását az átlátszóság biztosítja. Mivel a tengervízben élnek, ezért a tengervízhez hasonlítanak. Az álcázásuk lényege, hogy elkerüljék, hogy a fotonok beléjük akadjanak, márpedig az eddig szóba került szemek lényege pont az, hogy minél több fotont fogjanak el. A természetes szelekció ennek az ellentmondásnak a feloldására is talált részmegoldást. Néhány mély tengeri rák ommatidiumai nem megszokott csövek, hanem átlátszó fényvezetők, pont olyanok, mint az ember által kitalált száloptika. A fényvezető azon van, hogy minél több fénysugarat juttasson az alapon található fényérzékelő sejtekhez, de csak azokat a fénysugarakat, amelyek a látórés vonalából érkeznek. A cső oldalára érkező fénysugarak visszaverődnek, így nem lépnek be a fényvezetőbe. De nem minden összetett szem ommatidiumai igyekeznek kisajátítani a fénysugaraikat, csak az appozíciós típusú szemeké. Az úgynevezett szuperpozíciós összetett szemek működése sokkal bonyolultabb. Nem csak nem ejtik száloptikás vagy csőcsapdába a fénysugaraikat, de azok úgy haladnak át az egyik ommatidium lencséjén, hogy a szomszéd fényérzékelő sejtjeihez érkeznek. Az összes ommatidiumnak van egy közös átlátszó zónája. Az összes ommatidium lencséje úgy fejlődött, hogy egyetlen képet hozzon létre a közös retinán, amely mindannyiuk fényérzékelő sejtjeinek összeadódásával alakul ki. Ezen az ábrán Charles Darwin arcképe látható, amelyet Michael Land, egy Szent János bogár szuperpozíciós összetett szemének összetett lencséjén keresztül fényképezett. Az appozíciós szem minden ommatidiumának normál lencséje van, vagyis ha alkot is valamilyen képet, az fordított állású lesz. Az appozíciós szemből tehát úgy lehet szuperpozíciós szem, ha az egyes lencséken áthaladó fénysugarak valahogy megfordulnak. Az evolúció ezt is megoldotta, újabb lencsék, újabb tükrök és újabb idegpályák segítségével, de a működésük pontos részletei túlságosan bonyolultak. Inkább nézzünk meg egy másik, de ugyanolyan zseniális alapelvet, az idegi szuperpozíciót. Ez a kétszárnyú rovarok népes csoportjában alakult ki, ide tartoznak a legyek is. Emlékezzünk arra, hogy egyetlen ommatidium ideghártyája körülbelül fél tucat fényérzékelő sejtet tartalmaz. Egy szokásos appozíciós szemben ennek a hat fényérzékelő sejtnek az ingerülete egyszerűen összeadódik. Minden a csövön végig haladó foton idegi ingerületet kelt, függetlenül attól, hogy melyik fényérzékelő sejt fogja fel. A több fényérzékelő sejt mindössze arra jó, hogy nagyobb legyen a teljes fényérzékenység. Ezért nem számít semmit sem, hogy az appozíciós szem ommatidiumai alján megjelenő apró kép fordított állású. A légy szemében azonban a hat sejt ingerületi állapota nem egymással összegződik, hanem a szomszédos ommatidium megfelelő sejtjének ingerületi állapotával. A dolog lényege, hogy az egyik ommatidium, a delfin fejére néző fényérzékelő sejtjei, a szomszéd ommatidiumok ugyanoda néző fényérzékelő sejtjeivel kapcsolódnak össze. A delfin farkára néző fényérzékelő sejtjei pedig, a szomszéd ommatidiumok szintén a delfin farkára néző fényérzékelő sejtjeivel, és így tovább.
Az eredmény: a delfin minden pontjáról több fotonhoz jelet, mint egy szokásos, egyszerű, csöves elrendezésű, appozíciós szem esetében. Így az egy pontról érkező, észlelt fotonok számát a természetes szelekció nem optikai, hanem számítástechnikai megoldással javította. Azonban van még egy dolog, amit mindenképpen meg kell említeni, hogy valóban lássuk a szem evolúciójának opportunista jellegét, ugyanis három egymástól független esetben a halak három különböző csoportjában kialakult a négy szeműség jelensége. A négy szemű halak legkülönösebbikének van egy szabályos, a megszokott irányba néző halszeme. Ezen felül azonban az első szem oldalában kialakult egy második, egyenesen lefelé néző szeme is. Nem tudjuk pontosan, hogy mit néz vele, de feltehetően van egy félelmetes ragadozó, amely alulról szokott közelíteni. Ha így van, a ragadozó ősei könnyebben szelektálták ki a négy szemű hal azon őseit, amelyek kevésbé láttak jól lefelé. Vagyis azok maradtak életben és szaporodtak tovább, amelyeknek az adott generáción belül nagyobb, jobb lefelé néző szemük is volt. Egy másik érdekes esetben a halnak valójában csak egy pár szeme, de négy pupillája van. Az egyik pár pupilla a vízfelszín fölött, a másik pár pedig a vízfelszín alatt van. A víz fölött és alatt lévő pupillapárokkal a hal kiküszöböli a levegő és a vízfelszín találkozásánál bekövetkező fénytörést, ráadásul az alsó és felső pupillapárok a fény más-más hullámhosszára érzékenyek. Így tehát végignéztük, ahogy egyetlen fényérzékelő sejt legalább 40 különböző, egymástól független fejlett szemmé alakul. Hosszú utat tettünk meg az ősi, vak világ óta, és már látjuk, hogy szemet kifejleszteni nem is olyan nehéz, mint amilyennek tűnik.